országos hírű szakképzést akarnak Baranyában, szigorítják a gyakorlati oktatók kiválasztását. Az LMP szerint nem megfelelő a közvilágítás, lámpacserét javasolnak a Búzatérnél a politikusok. Hatalmas sikert aratott a PTL Zsolnai Vilmos fúvós zenekara, Prágában díjazták őket. Érzékenyítő és interaktív foglalkozások országszerte, a Magyar Parasport napját ünnepeljük. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Óriási üzemcsarnok épül a Pécsi Déli Ipari Parkban. Egy korábbi döntés alapján az önkormányzati terület infrastruktúrális fejlesztése még a tavalyi év végén elindult. Már zajlanak a munkálatok, melyeket idén-nyáron be is fejeznek. Ezzel párhuzamosan nem csak az alapok kiépítése kezdődött meg, hanem a csarnoképítési program is. A Déli Ipari Parkban az M60-as autópályától délre egy mintegy 2,5 hektáros területen építik fel az új épületet. Most egy közel 5000 négyzetméteres csarnokon dolgoznak a szakemberek, melyet tavasszal kezdenek építeni. Ez csaknem egy 1 milliárdos beruházás. Az év végén ide már beköltözhet egy vállalkozás, elindulhat a termelés. Ez a folyamat, ez folytatódik, és a következő ütemben 2-3 ilyen önkormányzati fejlesztés fog következni, hiszen azt láttuk, hogy egyre nagyobb az igény a csarnokok iránt, tehát a vállalkozások nem csak pusztán területet vagy fejlesztendő kerületet keresnek, hanem nagyon gyakran kész csarnokokat jelentenek be igényként. Pinter Sándor belügyminiszter a közszolgálatáért érdemjel aranyfokozata kitüntetésben részesítette Jenei Zoltánt, a Pécsi Tudományegyetem kancellárját. A közgazdász végzettségű Jenei Zoltán 5. éve látja el az egyetem kancellári feladatait. Szakmai tapasztalatának köszönhető, hogy mára a PTE hiteles és stabil gazdálkodású szereplője a dél-dunántúli térségnek. Újraindította a régió gazdasági, társadalmi és kulturális szereplői közötti párbeszédet, ezáltal új lendületet adott a nagymúltú intézmény és annak környezete közötti kapcsolatoknak. Országos hírűvé tennék a pécsi szakképzést, ezt szeretné elérni a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara. Erről is beszéltek a minden évben rendszeresen megtartott szakképzési fórumon, melyet idén február 21-én tartottak. Szigorítják a gyakorlati oktatók minősítését, ettől várják a szakmai képzések színvonalának növekedését. A fórumon szó esett a szakképzés finanszírozási kérdéseiről, az adózási változásokról, az adminisztratív kötelezettségekről is. Megtelt a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Zsolnai terme csütörtök délután. Gyakorlati oktatók, intézményvezetők, cégek képviselői jöttek el a gazdasági önkormányzat által szervezett szakképzési fórumra. Ezen a gyakorlati oktatást érintő változásokról, kötelezettségekről, finanszírozási helyzetről tájékoztatnak a szakértők. Szeptembertől például szigorodnak a feltételek az oktatók esetében. Csak olyan gyakorlati oktató foglalkozhat a szakképzésben tanulók gyakorlati képzésével, aki rendelkezik kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal. Változások vannak a gyakorlati képzőhely ellenőrzésben és a határozatoknak a meghatározásában. Szigorítani fogjuk, hogy ki lehet gyakorlati képzést végző, és megköveteljük a legmagasabb minőséget. Elvárásunk az, hogy mindenki, aki gyakorlati képzéssel foglalkozik, és tanulókat tart, és tanulószerződéses rendszerben dolgozik, az a legmagasabb színvonalon végezze ezt a tevékenységet. Cél, hogy országos hírű legyen a baranyai szakképzés színvonala. A tanulók oktatásának finanszírozási kérdései minden évben fontos téma. Erről szintén beszéltek a szakemberek a fórumon. Ez a rendszer mindenképpen ad minden vállalkozásnak elegendő összeget arra, hogy azokat a tanulókat, akiket vállaltak, azokat megfelelő színvonalon tudják oktatni. Nem tudjuk, hogy a későbbiekben ebben milyen változások vagy hogyan lesznek. Minden évben egyébként finomítják a rendszert, és minden évben egy kicsit jobb, minden évben van egy kicsivel több pénz, vagy esetleg olyan lehetőségek, amelyeket segítik és támogatják a képzőket abban, hogy minél többen vállaljanak tanulókat. Kiderült, idén is indulnak mesterképzések. Három szakmában kőműves, autószerelő és szakács. Ezekről a területekről várják majd a jelentkezőket a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamaránál. A cégkapu nyitási kötelezettség nem csak a gazdasági társaságokra vonatkozik, mondta stábunknak az adóhatóság megyei szóvivője. Január 1-től minden gazdálkodó szervezetnek kötelező a cégkapu használata a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal történő kapcsolattartás során. Ez a kötelezettség nem csak a gazdasági társaságokra, hanem a többi gazdálkodó szervezetre is vonatkozik.
A cégkapuval kapcsolatos összes információ, valamint a használatát segítő videó a NAV honlapján érhető el a www.nav.gov.hu oldalon. Cégkapu nyitási kötelezettség nem csak és kizárólag a gazdasági társaságokra vonatkozik, hanem az egyéb gazdálkodó szervezetekre is, így például az adószámmal rendelkező alapítványokra és egyesületekre is. Tehát nekik is nagyon fontos az, hogy a cégkaput megnyissák, és ezen keresztül tartsák a kapcsolatot az adóhivatallal. Több településen javult a levegő minősége, de egy helyen továbbra is veszélyes, kettőn pedig egészségtelen a levegő a szállóbor magas koncentrációja miatt. A mérések szerint Pécsen kifogásolt a levegő, ezért nem javasolt húzamosabb ideig a szabadban tartózkodni. A légszennyezettség kihatással van a keringési rendszerre, a központi idegrendszerre és az immunrendszerre is. Szüntessék meg a baleset veszélyt, cseréljék le a lámpákat Pécset. Az LMP baranyai elnöke és képviselője tartottak sajtótájékoztatót a Búza téren, ahol nemrég történt egy halálos gyalogos gázolás egy átkelő helyen. A politikusok szerint nagyobb hatáskörű, több fényt biztosító izzókra kell kicserélni a jelenlegi lámpatesteket. Mécsesek és koszorúk a pécsi búzatéri kereszteződésnél. Ezen a gyalogátkelőhelyen történt nemrég egy halálos gyalogos gázolás. Mint arról korábban beszámoltunk, egy tehergépkocsival közlekedő férfi ütött el egy 67 éves nőt, aki belehalt sérüléseibe. Csütörtökön az LMP megyei elnöke és képviselője tartottak sajtótájékoztatót az eset kapcsán. A politikusok szerint a nem megfelelő közvilágítás is szerepet játszott a tragédiában. Kóbor József elnök azt mondta, egy a közgyűlés által támogatott civil szervezetnek odaítélt pénzből lehetne megoldani a problémát. Én azt fogom javasolni, hogy ezt a keretet, ez konkrétan 10 millió forint, amelyet megszavaztak ennek a civil szervezetnek, ezt használja fel a város arra, hogy pilotprojektként először rendbehozza ezt a kereszteződést forgalomtechnikai szempontból, ebből lehet látni, hogy ez mennyibe fog kerülni majd egészében a pécsieknek. Ez a javaslatunk. Az elnök hozzátette, homogén izzókra kell cserélni a jelenlegi lámpatesteket. Ezek ugyanis nagyobb hatáskörben biztosítanak elegendő fényt. Angyal Károly képviselő azt mondta, aláírásgyűjtéssel szeretnének hangot adni javaslatuknak. Mi úgy gondoljuk, hogy egy aláírásgyűjtésbe fogunk kezdeni. Itt a helyszínen, ahogy a sajtó kollégái is láthatták, elég komoly érdeklődésnek adott helyt ez a probléma. Akik itt jártak, keltek, elég sokan aláírták. Ugye ebbe követeljük, hogy az Erió ZRT által felszerelt lámpatesteket cseréljék ki. A politikusok egy független szakértő bevonását is fontosnak tartják. Angyal Károly szerint ugyanis a lámpatestek mellett az oszlopok elhelyezését is felül kell vizsgálni. Ne használjon az LMP politikai haszonszerzésre egy tragédiát, így reagált a Fidesz pécsi csoportjának elnöksége az LMP csütörtöki sajtótájékoztatójára. Mint írják, a közelmúltban a Baranyai megyeszékhelyen egy gázolás miatt történt tragédia, amelyet most az LMP puszta politikai haszonszerzésre használ fel. Teszi ezt egy olyan ügy kapcsán, amely jelenlegi ismereteink szerint eddig tisztázatlan körülmények között történt, és amelyben rendőrségi eljárás van folyamatban. Az LMP azt a vélhetően hamis látszatot kelti, mintha az eset visszavezethető lenne a Pécset működő közvilágítási rendszerre. Az említett kereszteződéssel kapcsolatban megállapítható, hogy ott mérésekkel igazolhatóan ma mintegy 30%-kal nagyobb a fényerő, mint a közvilágítási rendszer korszerűsítése előtt, írja a Fidesz pécsi csoportjának elnöksége a közleményben. A Biocon Nonprofit Kft. Megrendelése keretében faápolási munkák kezdődnek a Gesztenyés utca területén a labdarúgópálya melletti szakaszon. A munkálatokra a baleset és vagyoni kárveszély elhárítása, továbbá a fák karbantartása érdekében van szükség. A munkákat időjárás függvényében február 25-én kezdik, és előreláthatóan 8 egymást követő napon át, március 6-áig végzik. A napi munkavégzés 8 órától 14 óra 30 percig tart majd, mely során a balesetek elkerülése érdekében többször szabálytalan időközökben, akár fél órára is lezárják a Gesztenyés utca mindkét forgalmi sávját, fennakadást okozva a gépkocsi közlekedésben. A PTL Zsolnai Vilmos fúvószenekar a 21. Prágai Nemzetközi Fúvószenekari Fesztiválon a kategória legjobb zenekara lett, a kötelezően előadandó mű legjobb interpretációját tudhatja magáénak, valamint a teljes versenye legjobb zenekarának a díját, azaz a nagy díjat is megkapta. A díjakat a zenekar karmestere Major András vette át Antonin Stanek cseh kulturális minisztertől. A versenyen való részvétel az egyetem általános orvostudományi karának támogatásával jöhetett létre. Az elnyert díjakat csütörtökön mutatták be az egyetem rektorának és az orvosi kar dékánjának a zenekar képviselői. Kurzusként van meghirdetve a zenekar, de mi ezen azért felül léptünk, és
versenyekre járunk, illetve szeretnénk járni minden évben. A Kodály Központban játszunk még ugye a koncerteket, és megpróbáljuk azokat a zenei motivumokat, illetve zenei darabokat interpretálni, amelyhez a diákok nem biztos, hogy már a felnőtt életükben, illetve amikor aktív tanárok lesznek, vagy művészek, biztos, hogy eljutnak, csak hogy lássuk a célt, és olyan motivációt szeretnénk nekik adni, hogy erre a pontra jussanak elők is. Péntektől 3 forinttal emeli a MOL a benzinárát, miközben a gázolaj ára nem változik. Az üzemanyagár változás után az átlagos literenkénti benzinár 356, a gázolajár 392 forint körül alakul a hazai utakon. A jelenlegi benzinár 1,7%-kal magasabb, a gázolajár pedig 10,1%-kal magasabb, mint tavaly ugyanekkor. Szintfelmérő teremotlétika versenyt rendeztek 2 napon át a Csereka iskola futó folyosójában. A helyszűke miatt az első nap a fiúk, másnap pedig a lányok versenyeztek futó, ugró és dobó számokban. A szabadtéri szezon márciusban a mezei futással indul. A felső tagozatos fiúk versenyével kezdődött az idei terematlétikai bajnokság. A verseny jó erőfelmérő a tavasszal rajtoló diákolimpiai küzdelmek előtt. Vannak olyan sportolók, akik nem csak a diákolimpiai, hanem a szakági versenyeken is szép eredményeket értek már el. Volt az országos bajnokság, amin 643 centivel sikerült megnyernem. Pár napja pedig Dortmundban voltam, ott megnyertem 646 cm-rel, és a váltóban, 4x2-es váltóban szintén elsők lettünk. Másnap a lányok népesítették be a sportiskola futófolyosóját. Köztük is akadt olyan, aki egyesületi versenyeken is indul. Tavaly ősz óta atlétizálok, és már alsó tagozatban is jártam versenyekre, viszont akkor nem szándékoztam még ezzel foglalkozni. A fiatalabbaknak 60 méteres síkfutás és gátfutás, valamint távolugrás szerepelt a programban. A negyedik korcsoportosok pedig medicinlabdalökésben is versenyeztek. Hát egyszer a hagyományai miatt is, ugye már régóta, és nagy sikerrel szoktuk mindig megrendezni. Másodszorban pedig hát a téli szünet után az iskolákban is egy tulajdonképpen felmérési lehetőség arra, hogy amikor majd jön a csapatverseny, akkor megfelelő csapatot tudjanak összeállítani a kollégák. Az atlétika diákolimpia egyébként a mezei futással indul márciusban, majd áprilisban és májusban az egyéni és csapatbajnokságokat rendezi. Második alkalommal ünnepeljük a Magyar Parasport napját február 22-én. Országszerte érzékenyítő és interaktív osztályfőnöki, valamint rendhagyó testnevelés órákat tartanak. A pécsi Kovács Béla általános iskolában már csütörtökön is zajlottak a lélekmozgató elnevezésű programok. A tanulók azt próbálják éppen, hogy milyen nehéz bekötött szemmel végigmenni egy akadálypályán. De a segítőnek is komoly feladata van, hiszen társa teljes mértékben az ő látására támaszkodik. Akadályokon kellett átmenni, úgyhogy volt egy pár, és annak az egyiknek be kellett kötni a szemét, a másiknak pedig végig kellett vezetnie. A gyerekek az úgynevezett csörgőlabdát is kipróbálhatták az érzékenyítő napon. Kipróbálnám, de tudom, hogy nagyon nehéz. A lélekmozgató elnevezésű programot a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diák Verseny és Szabadidősport Szövetsége tavaly rendezte meg először. Az érzékenyítő programhoz csaknem 500 oktatási intézmény csatlakozott, köztük a pécsi Kovács Béla általános iskola. Idén nem csak az általános és középiskolákat, hanem az óvodákat is bevonják a programba. Akik azt vártam például 8-osok, hogy nem akarnak részt menni, és az ablakba kukucsgáltak és nézték, hogy milyen pálya, és meglepetésemre mindenki végigpróbálta, és nagyon-nagyon érdekes érzékelést és másságot megtapasztalták azt, hogy mennyivel másabb nekik úgy sportolni, hogy a szemük világával nem tudnak gazdálkodni. Tehát nagyon 8-osok, a picik örömmel és nagyon-nagyon vidáman, és utána megkérdeztük a gyerekeket, hogy hogyan érezték magukat. Itt mindenki elmondta, hogy sokkal nehezebb, és a fogalmazásaikban is megfogalmazták, mennyivel másabb ez a világ. Az iskolában több területen zajlottak a programok. A testnevelés órán kipróbálhatták a parasportágakat, magyar órán fogalmazást írtak a fogyatékkal élők életéről, osztályfőnöki órán pedig filmet néztek a diákok, de rajzpályázatra is benevezhettek. Péntekre pedig meghívták a Komlói Egymi zsinórlabda csapatát, akik bejutottak a diákolimpiai országos döntőbe.
A Baranya megyei rendőrfőkapitányság tevékenység irányítási központjába szerdán 13 óra 45 perckor érkezett bejelentés arról, hogy Pécsett a Jókai utcában egy gépjárművezető az autójával elsodort egy közterület felügyelőt. A rendőrök a helyszínen megállapították, hogy a közterület felügyelők egy 38 éves helyi férfival szemben akartak intézkedni, azonban a férfi a felszólításnak nem tett eleget, beszállt a gépkocsijába és elindult. A közterület felügyelők ekkor a férfit megpróbálták feltartóztatni, azonban a felszólításnak továbbra sem tett eleget, tovább hajtott, és autójával egyikőjüket elsodorta. Az eset során a közterület felügyelő könnyebben megsérült. A rendőrök a férfit előállították, majd kihallgatták gyanúsítottként. Ellene hivatalos személy elleni erőszakbüntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt nyomoz a pécsi rendőrkapitányság. Tolna és Somogy megye híreivel folytatjuk. Kiemelten ellenőrzi a rendőrség egy héten keresztül a buszok és a teherautók sofőreit. Az akcióra nem csak Tolna megye útjain kerül sor, hanem az egész Európai Unió területén az úgynevezett TISZPOL nemzetközi kezdeményezés eredményeként. Hosszú perceken keresztül vizsgálták a rendőrök ennek a kamionnak és a sofőrjének az iratait. Itt mindent rendben találtak. A férfi végül azt mondta, évek óta járja Európa útjait, és rengeteg balesetet lát, ezért szerinte hasznos a rendőrség egyhetes ellenőrzés sorozata. Én azt mondom, hogy kellenek, hogy normálisan menjenek a dolgok. Szerintem nem rossz, hogy van, kell, azért kell. Nem mindenki örülhetett viszont a rendőröknek. 15 ezer forint közigazgatási bírság és 4 büntető, 3 büntető volt. A biztonságjövet sem használta, és a platón szállított rakományt sem rögzítette megfelelően ennek a kis teherautónak a sofőrje. Csak előbbiért kapott bírságot, a rakomány szabálytalan szállításáért figyelmeztették. A rendőrség az adóhatósággal és a katasztrófavédelemmel közösen egy héten keresztül az egész országban kiemelten ellenőrzi a buszokat és a teherautókat vezetőket. Az akcióra uniós összefogás részeként kerül sor, így minden tagállamban ugyanezt teszik a héten az egyenruhások. Mégpedig a vezetés és pihenőidőket, illetve azokat, hogy a gépjárművekkel minden egyéb rendben van-e. A mai napon a 6-os számú fő 139-es kilométer szelvényében, illetve Simontornyán ellenőriznek kollégáim. A nemzetközi ellenőrzés sorozat hétfőn kezdődött és vasárnapig tart. 166 millió forintból megújul Pakson két utca, amik térkőburkolatot kapnak. Az Ősz és a Völgy utcában a felújítási munkálatok érintik a közműveket, a járda és útfelületet. További utak rekonstrukciója várható még az idén Pakson. Az önkormányzat műszaki osztálya folyamatosan méri fel az utak állapotát. Pakson az Ősz utca, Hunyadi és Temető utca közötti szakasza és az Ősz utcába torkolló Völgy utcának a felújítása elkezdődik hamarosan. A faltól falig történő munkálatok ideje alatt a környező utcákban is forgalomkorlátozásokra lehet majd számítani. Járda, úttest, minden megújul, közműveknek a felújítására, megújulására is sor kerül, itt a csapadék csatornától elkezdve közvilágításon keresztül mindenre kell gondolni. A légkábelek ugyanúgy, ahogy a többi utcánál is, amelyek már megújultak, föld alá kerülnek. Térkőburkolatot kap a két utca, zöld sávok kialakítására kerül sor, és új kandellábereket helyeznek ki. Az elektromos közmű kiváltások lesznek, csapadékvíz, szennyvíz, ivóvíz és gáz kiváltás is fog történni ebbe a projektbe. A kivitelezésről szóló szerződést a napokban írta alá Paks polgármestere és a kivitelező cég ügyvezetője. A valamivel több mint 166 millió forintos önkormányzati beruházás munkálatai február utolsó napján kezdődnek el. Azt megelőzően még lesz egy lakossági fórum, ahol az önkormányzat és a cég képviselői ismertetik az érintett lakossággal a munkálatok részleteit. A két utca teljes körű rekonstrukciójával július 19-éig kell végeznie a kivitelezőnek. Bonyhád idén 2,5 millió forint működési támogatást szavazott meg az Összefogás Közhasznú Alapítvány Együtt Egymásért nappali ellátójának. Ezt Filóné Ferenc Ibolya polgármester az intézményben rendezett farsangon újból megerősítette. Hozzátéve, az intézmény dolgozói már több mint 10 éve magas szintű munkát végeznek, aminek köszönhető, hogy a nappali intézmény családként tud működni, ahol a fiatalok nem csak jól érzik magukat, hanem fejlődnek is. A nappali ellátó tavaly bővítette ellátási területét. Idén is meglepték nem csak a szülőket, hanem a város vezetését is az Együtt Egymásért nappali ellátó fiataljai farsangi műsorukkal.
Az intézmény több mint 10 éve segíti a szellemi és testi fogyatékossággal élőket. Filóné Ferenc Ibolya Bonyhád polgármestere köszöntőjében mondta, mindig nagy örömmel vesz részt az intézmény ünnepein, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy név szerint ismeri a fiatalokat. Idén a város vezetése, elismerve a nappali ellátóban folyó magas szintű munkát, megemelte a működési költségre megszavazott támogatást. 2,5 millió forintos támogatást biztosítunk az Összefogás Közhasznú Alapítványnak. Bízom benne, hogy ez az összeg elég ahhoz, hogy az állami támogatás mellett és más pályázati források mellett egy olyan kiegészítő összeg, ami stabilan fenntartja továbbra is az intézményt, mert hogy szükségre van rá, az nem kérdés számunkra. Álom Gyöngyi, az intézmény vezetője elmondta, tavaly kibővítették a működési területüket, illetve az intézménybejárók létszáma is nőtt. Az alapítvány több pályázatot is nyert tavaly, így vehettek részt lovasterápiás foglalkozásokon, valamint egy 3 napos erdei iskolába is eljutottak a fiatalok többek között. 3 új ellátottunk van, egyik májusban, a másik pedig szeptemberben kezdett. Az ellátási terület is bővült, Komló, Óbánya és Szekszárdról vannak ellátottjaink még. Az Együtt Egymásért Nappali intézmény minden fontosabb városi rendezvényen igyekszik részt venni, megmutatni magát. Az intézményben többek között palack, zsugorítással, szőnyeg és lábtörlőkészítéssel is foglalkoznak a fiatalok. Megerősíti a kormány a nevelőszülői hálózatot, hiszen országszerte több ezer gyermek vár szerető otthonra. A program célja, hogy lehetőség szerint minél többen családban nőjenek fel. A keddi Nagybajomi Fórumon is a hivatást népszerűsítették, ahol a nevelőszülői munka fontosságára és népszerűségére hívták fel a figyelmet. Átölel, és azt mondja, anya, nagyon-nagyon szeretlek. Keresztné Bezzeg Anita már vállalta a nevelőszülői hivatást. 2 vérszerinti gyermeke mellett jelenleg 4 másikat is nevel. Szerinte ehhez a munkához elengedhetetlen a szeretet, az empátia, a megértés. Anita számára nem ismeretlen ez a világ, hiszen beleszületett ebbe az életbe. Édesanyám a példa előttem, ő most jelenleg 62 éves, és 24 évet csinálja, és jelenleg is nevelőszülő, és ők már felnőtt gyerekei vannak, testvéreim, és mai napig hazajárnak. Igazából édesanyám a központ, a fészek, úgyhogy igen, előttem a példa, hogy nagyon-nagyon sokáig, és ez nem úgy van, hogy ma csináljuk, holnap nem, ez egy életre szól. Magyarországon jelenleg 23 ezer gyermek van a gyermekvédelmi rendszerben. 2/3 nevelőszülőknél, közel 8000-en pedig valamilyen gyermekotthon lakójaként. A szakembereknek meggyőződésük, hogy a vérszerinti szülőktől kiemelt gyermekek fejlődésében az érzelmi kötődés, a bizalom kiépítése szempontjából nagyon fontos, hogy családban nevelkedjenek. Ezért indította el a kormány 1,5 évvel ezelőtt a Befogadlak nevelőszülői programot. Az, hogy valaki nevelőszülővé váljon, ahhoz ugye alapvetően azt gondolom, hogy 2 dolog fontos. Egyrészt, hogy a társadalom erről mit gondol, tehát amikor nevelőszülőket keresünk az ilyen rendezvényeken, akkor hamar szembesülünk az, hogy sokan nem ismerik, hogy micsoda. Ha ismerik, sem tudják pontosan az információk alapján, hogy miről van szó. Tehát fontos az, hogy a társadalom is tudja, hogy amit egy nevelőszülő hivatásként maga vállal, azt egyébként nem tanuláért teszi, hanem azért a gyermekért, egyébként annak a gyermeknek az eredeti vérszerinti családjáért, egyébként azért a közösségért, községért, városért, ahol élnek, mert nem mindegy, hogy mi van a gyermeknek a sorsával. Ezért is volt fontos lépés, amikor a kormány 2014-ben arról döntött, foglalkoztatási jogviszony lesz a nevelőszülői munka. Ez egyfajta anyagi biztonságot ad azoknak, akik vállalják ezt a hivatást. Az államtitkár hozzátette, az idei évben 850 millió forinttal több jut a költségvetésből a nevelőszülői hálózatok működtetésére, és jövő évtől bevezetik a nevelőszülői gyedet is. A régió hírei után fontosabb baranyai témáink még egyszer egy-egy mondatban. Országos hírű szakképzést akarnak Baranyában, szigorítják a gyakorlati oktatók kiválasztását. Az LMP szerint nem megfelelő a közvilágítás, lámpacserét javasolnak a búzatérnél a politikusok. Hatalmas sikert aratott a PTL Zsolnai Vilmos fogószenekara, Prágában díjazták őket. Érzékenyítő és interaktív foglalkozások országszerte, a Magyar Parasport napját ünnepeljük. Pénteken egy hidegfront mögött erős, viharos északias szélre számíthatunk, többfelé esővel, záporokkal. Hajnalban hegytetőinken rövid időre vegyes halmazállapotra válthat a csapadék,
Délután már sokfelé szakadozottabb lesz a felhőzet. A legmagasabb hőmérséklet 4 és 12 fok között alakul, északkeleten lesz a leghidegebb idő. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami érdekes lehet mások számára is, akkor készítsenek fotót vagy videót, és küldjék el a képernyő alján látható elérhetőségek valamelyikére. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!